Az emberi élet, a mi életünk hasonlít a repülésre. A repülésnek, akár az életnek van eleje és vége. Felszállás és leszállás. Születés és... Ma az édesanyánkhoz repülünk, az életünk fő emberéhez, ahhoz, aki életet adott nekünk. Anyánknak köszönhetően jelenünk meg ebben a világban. És sohasem gondolkodunk el azon, hogy megérkezvén a kíméletlen és nyugtalan világba, mi rögtön annak az embernek, nőnek, anyának a karjaiba kerülünk, aki a fogantatásunk pillanatától, a születésünktől kezdve már szeret minket, és kész életét adni értünk. A mai filmünket az anyák napjának szenteljük, a legdrágább embernek mindnyájunk életében. Kedves édesanyák! Ezen a csodálatos napon azt az üzenetet küldeném önöknek, nektek, hogy édesanyának lenni a világon a legcsodálatosabb dolog, és életet adni valakinek a legszebb dolog a világon, szinte épp észre felfoghatatlan, de azt gondolom, az anyaság nem ebben a pillanatban kezdődik el, anyává válni kell. De ezt mi nagyon jól tudjuk, hogy nem csak az élet legszebb dolga, hanem egyben a legnehezebb dolga is. De az a sok szeretet, ölelés és mosoly, amit kapunk, az segít nekünk, hogy mi édesanyák a legnehezebb pillanatokban is helyt tudjunk állni. Most, amikor az egész világon le vannak zárva a határok, és a kapcsolatok korlátozottak, gyakran még az anyák és gyermekeik között is nagyon vágyódunk arra, hogy különlegessé és emlékezetessé tegyük ezt a legszeretettebb embernek szentelt napon. Ezért a mi kis filmes csoportunk természetesen egyeztetve az önkormányzattal, engedélyeztetve a megfelelő hatóságokkal elhatározta, hogy megajándékozza az anyákat, maximálisan megvédve őket a koronavírustól. Nincs annyi áldás, amennyi sok lenne, amit egy édesanya meg nem érdemelne. Kívánok minden édesanyának nagyon boldog anyák napját! Persze, tudván, hogy az édesanyáknak leginkább a szeretetünkre van szükségük, belátjuk, semmilyen határ, korlát nem tud gátat szabni a szeretetünknek. És a szeretetünk oly nagy és mindent átfogó, hogy tettekkel ki sem mutatható. Csak egész életünkkel tudjuk ezt bizonyítani. Mindig vele lenni és szeretni. Kívánok minden édesanyának itt a plébánián, az egész világon
mindenkinek, és természetesen a nagymamáknak is áldott, békés anyák napját. És ígérjük, ha egyszer ennek a járványnak vége lesz, akkor nagyon, de nagyon meg fogjuk ünnepelni, de ne feledjétek el, hogy akinek van anyukája, minden nap anyák napja van. És minden nap lehet azt mondani, köszönöm, köszönöm, édesanyám. De mi azért megkíséreltük úgy felköszönteni az édesanyákat, hogy megértsék, mi mindenre készek vagyunk értük. Lehozni a csillagot az égről, valamint onnan leküldeni nekik a virágokat. Emiatt, kibérelve a repülőgépet és megbeszélve a pilótával, aki biztosan tudja, hol rejtőzködik a gonosz vírus, mely felhőt kell ezért kikerülni, mi megtöltöttük a gépet ajándékokkal, virágokkal, amit előzőleg fertőtlenítettünk, és elindítottuk kedvező széllel az édesanyákhoz. Természetesen nem számíthatunk arra, hogy minden virág pontosan a címzethez jut el. De nem ez a fontos. Az a fontos, hogy száll a repülő, hogy szeretünk. És a virág a szeretetünk jelképe, amely ott van minden fiú vagy lány szívében, akik egész életükben készek ezzel a szimbólummal és a szeretetükkel megajándékozni az anyát. Minden anyának a gyermekei egész életükben a gyermekei maradnak. És nem fontos, hogy együtt élnek-e, vagy külön, nagy házban, vagy lakásban. Mi minden pillanatban ott vagyunk az édesanyánk szívében. Az édesanyai szeretet rendkívüli, semmihez nem hasonlítható, és ezen a mai napon fejezzük ki hálánkat, tiszteletünket és megbecsülésünket anyák napján. Ebben a mai rendkívüli helyzetben nagyon sokaknak nem adatik meg a lehetőség, hogy átöleljék hozzátartozójukat, édesanyjukat, nagymamájukat. Így kívánok mindenkinek a mai napon erőt, egészséget, békességet és boldog anyák napját mindenkinek. Nagyon boldog anyák napját kívánok! Köszönöm a szép virágot anyák napja alkalmából. Anyák napján három dolog jut eszembe. Köszöntenek, mert édesanya vagyok. Köszönthetek, mert még él az édesanyám. A harmadik pedig a köszönet, amit Szent Mónikát illeti, aki az édesanyák védőszentje. Valahogy így. Mennyei atyánk, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked, és áldom szent nevedet. Örömökben, szeretetben gazdag anyák napját kívánok minden édesanyának.
A gyermekek egész életükben ott vannak az ő védőszárnya alatt, amely varázslatos lepelként védi őket bajtól és gondtól. Sajnos gyakran nem tudatosul bennünk, hogy felnőve és sikeressé válva, édesanyánknak még nagyobb szüksége van ránk. Borgona ága, barackva virága, öltözzetek annák napja, lába. Napja hajnaljába illatosan zúgja a eldőt, susogja a szellőt, üzenni a ágak lombok, éden mindig nagyon boldog illatosan. De finom! De nagyon finom! Eddig anya volt a támaszunk. Most az ő életében nekünk kell ugyanolyan varázslatos takaróvá válni, amely melegíti a lelkét és megnyugtatja a szívét. Az ő jóságos, megértő, kedves szívét, amely egész életében aggódott értünk. A nyughatatlan szívét, amely bevezetett minket a csodálatos világunkba. A szívét, melynek nekünk kell biztosítani békét és nyugalmat. Bizonyosságot, hogy a gyermekei boldogok lesznek. Anyák napját kívánok. Szabad minket. Mit? A szabad. Szabad? Köszönöm. Hogy? Gyönyörű. Istenek, te örülök. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Ilyen csodát, hát erre nem is gondoltam. Életembe ezt is gondoltam. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Ilyen csodát, hát erre nem is gondoltam. Életemben ezt is kérdezik. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Milyen csodát, mert erre nem is gondoltam. Életemben ezt is kérdezik. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Az emberi élet hasonlít a repülésre. Az életünknek, akár a repülésnek van kezdete és vége. Felszállás és földetérés. Születés és... Ma az édesanyánkhoz repültünk, az életünk fő emberéhez. Annyira vágyunk rá, hogy örökké velünk legyen. Az édesanyánk, az életünk legfőbb embere. Annyira vágyunk, hogy ez a repülés sose érjen véget.
Termő ékes ág, te jó anya, életemnek első asszonya, nagy meleg virágány, párna hely, harmat-halmatával telke hely, benned kaptam első fészkemet, szívem a szíveddel lüktetett, én s nem én köszönöm volt mesgyehegy, benned a világgal voltam egy. Álmom öbleidbe újra visszatér, álmom öbleidbe újra visszatér. Alavásom bálvány, jó anya, életem hatalmas asszonya, szemed ízis smaragd dísze, tiszta szép, hajat pallaszgant sisakja, színe ég, csak arcodon lett keményebb minden árny, mint a délutáni égen vércseszár. Első szép játékom, jó anya, gyermekségem gazdag asszonya, a kamaszkor tőled elpuszál, szemem a szemedbe nem talál, így tűnődtem, miért szült, miért szeret, ha örökre élni nem lehet, én miattam annyi mindent öltemet, miért nem tett a hóba inkább engemet? A kamaszkor tőled elpuszált, férfi szívem újra rád talál, férfi szívem a szívedre rátalál, megköszön most percet, évet és halál. Álmom karjaidba visszatér, álmom karjaidba visszatér. Erős ház, szép zászló, jó anya, sorsomnak nyugalmas asszonya, majd ha cseppig átfolyt rajtam mind elét, úgy halok az ős egészre, mint belét.